Na várjám, előkészülünk, jó, Levi? Igen. Miért húzod a földet? Na, meglátod. Mit fogsz találni a föld alól? A föld alatt nem fogok találni semmit, csak... Miért ásod ki a földet? Miért ásod ki a földet, apa? Csendben maradsz, meglátod. Mit szólsz hozzá? Benne vagy? Benne vagyok. Na jó van. Tetszik? Igen. Sziasztok, üdvözöllek a BS YouTube csatornáján. Elég régóta jelentkeztem. És a mai nap egy ilyen közös kiruccanáson vagyunk Levivel. És elhoztam magam ma a saját magam által készített, házilag készített alkoholos főző. Erről van videó, hogy hogy készült el. És láthatjátok működés közben is. Viszont, ami soha nem került bemutatásra, illetve nem beszéltem róla, hogy ez az alkoholos főző, ez össze lett hasonlítva, tesztelve lett, nem üsd a fejedet. Hol van a légy? Sehol nincsen légy. Ez az alkoholos főző össze lett hasonlítva egy eredeti boltban vásárolt titánium ötvözetből készült paraméterébe megegyező alkoholos főzővel, de amikor ezt a tesztet készítettük, annyira lekötött a látvány és az izgalom, hogy mi fog történni, hogy egyikünk se készített róla dokumentációt, egyikünk se videózta le, egy fénykép talál valahol van, de azóta van kettő, és tervezek még egy jó párat, majd készíteni talán elajándékozom. Na mindegy. Én denaturált szesszer használom, és a teszt, amit annak idején végeztünk, az 50 ml, azaz fél deci denaturált szesz volt beletöltve mind a két főző alkalmatosságba, ebbe a sördobozba készítettve, meg a titániumba is, és mind a két alkoholos főző felett egy 750 ml-es titánium edény volt, és mind a kettőbe fél liter víz, és a teszt úgy zajlott le, hogy egyszerre lettek meggyújtva. A titánium főzőnek ugye gyorsabban felállt a rendszer, gyorsabban égtek a lukaknál, ez egy picit többet ég a közepén, ameddig annyira kipárolog az alkohol belőle. A fél liter vizet a titániumos bolti cucc az
valamennyivel, már nem emlékszem pontosan, de hogyha Matyi látod ezt a videót és emlékszel, akkor nyugodtan írd meg. Én úgy emlékszem, hogy olyan fél perccel hamarabb, nem egész egy perccel hamarabb elkezdte a vizet felforralni. Viszont az általam készített főző egy perccel tovább bírta, tehát ebbe egy perccel többet égett, a gyáriba hamarabb kiégett az 50 ml. Az a 14,5 perc az pontosan elég, hogyha olyan szituációban vagyunk, hogy megfőzzünk magunknak egy zacskós rizst. Az általam fogyasztott krumpli pehe is percek alatt elkészül. Ma fogunk valami, le fogjuk még egyszer nektek itt be fogjuk mutatni, sütünk levőve egy kis virslit, hoztam egy sütőt, palacsinta sütőt. Viszont az előnye is, a hátrányai is nagyjából egy gyári főzővel képest ezek. És hogy ne csak annyira dicsérjem, mint a saját szamaramat, rövid távon a súlya itt van, ebben van 50 ml. Ez így könnyű, kompakt, kicsi. Ha 100 ml-t is viszünk, azzal egyszer bőven főzünk valami kaját, és a 10 ml alkohol már bőven elegendő egy tejára, meg egy kávénak, a víznek a felforralásához. Tehát azért, ha egy fő kaját, meg egy teját, egy kávét szeretnénk elkészíteni, akkor mindenképpen én ezt preferálom, előnyösebb. Hosszú távon viszont több üzemanyagot kell vinni, hosszú távon már egy 80 g-os Primus palack, egy mini gázfőző feje már kevesebb helyet foglal, tehát mind a kettőnek vannak előnyei, vannak hátrányai. Rövid távon ez, hosszú távon az, meg a másik érdekes dolog, hogy ugye a sikerélmény, hogy elkészíted magadnak egy ilyen főzőt. Ez lesz a mai téma, ezt hamarosan láttátok a videó kezdetén, ástam egy gödröt, ezt szépen behelyezzük a tetejére, meg ráhelyezzük a sütőt, látni fogjátok, alágyújtjuk, és majd sütni fogunk rajta egy kis virslit, mert ugye éhesek vagyunk, ugye, öcskös? Igen. Na. Illetve még beszélek menet közben itt nektek össze-vissza mindenfélét. Készülök egy másik videóval is, de a mai napot csak kettőnkre szentelem, tehát ma nem töltöm vele az időt, majd arra egy másik alkalmat választok, amikor csak egyedül kijövök. Na, nagyjából ennyi. Az idő szép, jó az idő, tökéletes a közös program. Illetve megemlítem, de erről még egy külön videót fogok szólni. Nem tudom, hogyha észreveszitek, hogy Levi fiam mellettem, amióta leültünk, azért ficánkol vakaródik, mászkálódik, és én rövidújú pólóba, egyáltalán nem csípnek a szúnyogok, illetve van rengeteg. Nem olyan sok, mint egyszer régebb egy trekker videóba készítettem, hogy halljátok a zümmögést, de ő azért állandóan hesegeti, rajtam nincs egy deka se, és nem azért, mert befújtam magam, nem vagyok befújva. Körülbelül 3 évvel ezelőtt elkezdtünk otthon az egész család, de én erősebben valamit fogyasztani, és hát annak nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szúnyogriasztó hatása van. Talán beszéltem róla valamikor régen, de talán egy érdekességnek az is megér majd közeljövőben egy videót. A alkohol erősen gyúlékony, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon körültekintőnek kell lenni. Úgy kell megválasztani a helyet,
hogy nagyon stabil. Azt tudni kell, aki nem tudja, remélem mindenki tudja, de kötelességem, mivel ezt csinálom, felhívnak figyelmet, hogyha véletlenül úgy állítjuk be, hogy felborul, hát nem is igazán úgy, hogy felgyújtjuk az erdőt, mert hogyha kicsit elkaparjátok a földet, akkor nincs, ami meggyújjon, de ha esetleg megijed valaki és próbálja elutani az alkoholt, nagyon nehezen lehet, ha úgy van, és megégetik magatokat, de minden esetre a gázhoz képest gyúlékonyabb, ugye nyílt dolog van, úgyhogy erre mindenféleképpen figyeljetek oda. Jelen állás szerint most mi vagy sütünk virslit, ezért én ezt az egész 50 ml-t beleteszem, illetve még azt meg szeretném nektek mutatni, hogy én egy háztartási boltba beszerváltam magamnak egy 30 ml-es hústűt, amihez van egy vastag, hasonló, mint az injekciós tű is, csak le kell vágni a végét, mert ugye zárt a vége, csak az oldalán van két luk, ezáltal ha egy kávét, ugyan megütsz, vagy egy teát akarunk, akkor a tároló edényből simán ki tudunk 10 ml-t szívni, és csak annyit fecskendezünk bele majd a tartóba, ezáltal nem kell, nem vész kárba az az üzemanyag, amit esetleg már nem égetnénk el. Nem azt mondom, hogy ha valamilyen lefeditek egy nagyobb bögrével, nem a kialszik, de nehéz már visszatölteni, sőt, majdnem egyáltalán, ha csak ki nem szívjátok ugyanabba, amit betöltitek. Én általában nagyjából leteszteltem, hogy hogyan kéne, és mennyi üzemanyaggal, úgyhogy, de most a sütéshez mindent beleteszünk. Na, öcsém, éhes vagy? Igen. Megsütjük a víslit? Igen. Azt jó megesszük. Jó lesz. Jó lesz. Na, beletöltjük a 50 ml-t. Szó nélkül. És már... Áucs! Ég is! Ennyi. Na, mindjárt megmutatom nektek. Csak teszünk bele alapanyagot. Faragjunk még villát magunknak, Levi. Faragjunk. Aha. Hely, lehet még a fából csári villát. Ugye? Hol találsz fát? Picit fölemelem. Talán mélyebbre kellett volna tenni, de tökéletes lesz így is. Na. Hagyja. Úgy. Jobbról. Mindjárt megsütjük.
tegyük be a szemetet zacskóba. Hopp. Ülj le szépen oda. Na. Na, mint láthatjátok, elég szépen muzsikál. Apa? Igen, Levi? Láthatok az ásóval egy darab fát. Hol szeretnéd? Én így szeretném. Várjál, felnörögd a kamerát. Én ezt szeretném. Lehet jó, de ő is lássa, hogy vágom a fát az ásóval. Én szeret a papát, de szeretném. Szeretné vágni fát az ásóval? Igen. Én is szeretném vágni. Hol? Én is szeretném. Na. Úgy. Én majd addig készítem az ennivalót, jó? Na? Kicsit mennyi odébb, mert itt bele... Nem sikerült. Mennyi oda. Azt a csonkot vág le. Nem, ezt vág le. Na láss. Na. Csak kitartás, mert talán sikerülni fog egyszer. Na, szerinted? Süssük még jó erősre? Süssük meg kell mindjárt. Ó, oda nézd, milyen lesz. Én ebből a fából vágok. Ne. Majd vágok én neked, jó? Mert a végén becsíped a fületet. Azt a mindenit sikerült. Hallod, neked sikerült az ásó részére vágni. De nem az ásó része vág, hanem a másik. Na mindegy, de te ügyes vagy, úgy látsz. Kezedre vigyázz. Ne, engedd el a kezedbe. Úgy. Na, mit szólsz, Levi? Süssünk még? Igen. Nézd! Nézem. Közben ezt leveszem, és megmutatom nektek, hogy nem tudom, mennyire látszik, de ott még hatalmas mennyiségű. Így is vissza lehet tenni. Hatalmas folyadék van. Itt sütök, főzök. Menj oda! Sok még benne az üzemanyag, szóval... Mi mondottam? Még egy dupla húsos hamburgert is össze lehetne rakni 50 ml üzemanyaggal. Na gyere, szakértő úr, nézd meg, jó lesz így a virsli? Vagy süssük még? Így jó lesz. Jó lesz úgy? Igen. Jó. Még egy pár papír szalvétán leitatjuk az olajat, jó? Leitatjuk az olajat? Aha. Így, né, szépen egy papír szalvétára rátesszük, leitatjuk az olajat róla. Ezt az olajat ide, semmi baj nem lesz, kitöltöm. Aha. Kicsit ropogós lesz a kenyér, de az úgy nem baj, igaz, Levi? Igaz. Az első az felszívja. A csípés már eltűnt, amikor vakartam most. Igen? Na. Látod? Mhm.
Na gyerekek. Elkészült, szép piros. Ott a villád, öcsém. Szurkáljad. Fújod meg, mert forró. Nem úgy, felszúrod a villádra. És fújod. Na mit tudsz, milyen? Erősen szúrt bele. Ki fog esni. Ha? Hol el kenyerzi? Döfi öcsém? Nem tudom. Ha, tudom meg. Oly. Adja? Na. Majd én tartom. Nem kell tartod, jó? Üdes vagy, na. Oké? Már nem forró, egyed. Mennyi szúnyog van rajta, csak rajta meccse, öcsém? Na. Na, figyeljetek ide! A gázunk még mindig éj. Gázunk? Nem ámítás, nem csalás. Még mindig ég. Szóval, szerintem az 50 ml üzemanyag is még sokáig fog égni, mert még van benne egy 2-3 milli. Úgyhogy az 50 ml üzemanyaggal, hát annak az üzemanyagával elég hosszadalmas van. Simán, ideig simán megsütöttem volna 3 hamburgerhúst, egy fél méter kolbászt. Még legalább 2 tasak virslit. Szóval egy 50 ml bőven elég. Apa! Ezt beszúrhatok ide? Hát szúrjad hát. Na, hölgyek, uram. Én köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok. A legközelebb. Sziasztok!